11. fejezet. Beavatkozás. Szabadon megválaszthatod, milyen elképzelést fogadsz el igaznak önmagadról. Rendelkezel a beavatkozás hatalmával, amely lehetővé teszi számodra, hogy megváltoztasd a jövődet. Minden valódi előrehaladás eszköze az a folyamat, melyben az önmagadról alkotott jelenlegi elképzelésről egy magasabb elképzelésre emelkedsz. A magasabb elképzelés csak arra vár, hogy megtestesítsd a tapasztalatok világában. A bennünk működő ereje által Isten mérhetetlenül többet tud tenni, mint amire kérjük, vagy amit el tudunk képzelni. Efézus 3:20. Ő, aki sokkal többre képes, mint amire kéred, vagy amit el tudsz képzelni, nem más, mint a te saját képzeleted. A hatalom, ami benned munkálkodik, a figyelmed. Ha megérted, hogy a saját képzeleted az, ami képes megtenni mindazt, amit kérsz, és hogy a figyelmed az a hatalom, amellyel a világodat teremted, akkor innentől meg tudod teremteni a számodra eszményi világot. Képzeld el, hogy már az vagy, aki lenni szeretnél, hogy már rendelkezel azzal, amiről álmodsz. Őrizd meg lelki szemeid előtt ezt az elképzelt állapotot, és amikor már teljesen úgy érzed, hogy az vagy, aki lenni kívánsz, az valóságként fog megjelenni a világodban. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. János 1:10. A titok, amely örök idők és nemzedékek óta rejtve volt, hogy Krisztus bennetek van, ő a reménység dicsősége. Kolossé 1:27. Az első idézetben emlegetett ő a képzeletet jelenti. Amint azt már korábban elmondtam, csupán egyetlen szubstancia létezik. Ez a szubstancia a tudatosság. A képzeleted ezt a szubstanciát elképzelésekké alakítja, majd ezek az elképzelések körülmények, események és fizikai tárgyak formájában nyilvánulnak meg. Tehát a képzeletet teremtette meg a világodat. Ez a legfőbb igazság. A benned élő Krisztus, a képzeleted az, ami formákba önti a világodat. Krisztus nem a történelemben vagy a külső formákban található. Csak akkor találhatod meg Krisztust, amikor tudatában leszel annak a ténynek, hogy a képzeleted az egyetlen megváltó hatalom. A 11. fejezet végéhez értünk. Ha tetszett a videó, kérlek írd kommentbe, hogy köszönöm, és hálásan köszönöm a megosztásait.